Atyám, köszönöm neked azt a munkát, amit te végzel közöttünk, bennünk és rajtunk keresztül. Köszönöm neked a gyülekezetet, köszönöm neked a missziót, köszönöm neked, hogy te küldesz bennünket és felhatalmazol mennyei erővel, hogy végezzük a te munkádat. Az épület a cigány missziónak a központi épülete, és reményhírházként hívjuk ezt az épületet. Mióta működik itt egyébként a cigány misszió Békésen? 96-ban alapítottuk a cigány missziót, az országos cigány missziót, és ez az épületünk egy 3 évvel ezelőtt vettük birtokba. Mi minden fér bele ebbe a fajta munkába, szolgálatba? Minden olyan dolog, ami segítség az embereknek, és az egyik legnagyobb területünk a házi segítség nyújtása, a szociális ellátás, és rögtön itt az első irodánkban egy telephelyünk van. 16 ilyen telephelyünk van az országban, 130 településen vagyunk jelen, szociális ellátással. Így van. Jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek, jó munkát! És kik dolgozhatnak egyébként a misszióban? Bárki, aki alkalmas rá, jelentkezik, és aki elfogadja azokat az alapelveket, amelyeket mi a misszióban úgy gondolunk, hogy szükséges és fontos, de nem csak keresztények, nem így válogatjuk a munkatársakat, hanem akkor bárki inkább dolgozhat. Szakmai alapon? Így van, szakmai alapon, de azért oda tesszük azt, hogy azt az irányt azért el kell fogadják, amit mi képviselünk. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Reményhírházban, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány Misszió Békési Székházában. Vendége, megtiszteltetés számunkra, Herceg Dávid. Sziasztok! Nem mindennapi dolog egy tehetségkutató versenyben bejutni, elismerést kivívni. Milyen érzés volt ez neked? Vidékről indulok, és akkor ilyen nagy emberek, akik már befutottak, meg tényleg letettek valamit az asztalra, megerősítették, hogy talán mégis van egy kis tehetségem benne. 8-an vagyunk testvérek, igazából nagyon egybe volt a családunk, egybe van a családunk, a testvéreim mindig támogattak, mindig hittek bennem, én azt hittem, hogy én mindig mint egy kicsit kedvenc lettem volna, mert mindig bennem volt ez, hogy vagy színész szerettem volna lenni, vagy teológus, vagy énekes. Igazából fura, mert ellentmond ez elég mindig. Elég szélsőséges. Igen, tehát hogy mindig ilyen érzések kavarodtak bennem, de szerintem most úgy érzem, hogy jó úton haladok. Az Országos Cigány Misszió már régóta foglalkozik azzal, hogy bemutassa azokat a jó példákat és jó gyakorlatokat, amelyeket munkánk folyamán tapasztalunk, akikkel találkozunk, akikkel dolgozunk együtt, és így jött az ötlet, hogy egy közéleti klubban mutassuk be azokat a fiatalokat, vagy tehetséges cigány embereket, akik vitték valamire az életbe. Nagyon fontos a tanulás, hogy tanuljanak a roma fiatalok, mert ahogy a Will Smith is mondta az egyik a híres színész, hogy mivel ő fekete, hogy a feketéknek kétszer, tehát ha van egy fehérnek egy diplomája, a feketéknek kettőnek kell, hogy legyen. Én ugyanezt gondolom a romákról is, hogy nagyon fontos, hogy ők tudjanak, tehát bebizonyítsák azt, hogy ugyanolyan értelmesek, okosok, és van kitartás nekik is. Szóval ezért is vagyok itt, hogy én is valami kis reményt tudjak adni nekik az én életemből akár. Break it down, 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 break it
break it down, okay now. To love is down, break it down, okay now. Break it down. Mindenféleképpen ott kell legyünk a társadalom minden rétegében, és szükséges, hogy gyakorlati segítséget is nyújtsunk. Tehát egyrészt megmutatjuk nekik, hogy mit jelent Krisztussal találkozni, másrészt pedig mit jelent gyakorlati módon az éhezőnek kenyeret adni, a szomjazónak vizet adni, és azt mondja az ige is, hogy aki egyel megteszi a legkisebbek közül, az velem tette meg. 1996-ban én kaptam a megbízást arra, hogy az Országos Cigány Missziót kezdjem el, építsem fel, és gyakorlatilag azóta vezetem. Akkor 2 gyülekezettel kezdtünk, most több mint 100 gyülekezettel vagyunk kapcsolatban. Akkor körülbelül egy olyan 101-néhány ember tartozott a Cigány Misszióhoz, ma több mint 6000 ember, aki a misszió részhez tartozik. Ezen kívül a szociális résznél közel 10 000 embert látunk el naponta házi segítségnyújtásban. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hova megyünk? Hát most egy gondozottamhoz megyünk, aki itt lakik pár sarokkal, és oda megyek gondozni. Szia, drága! Szia, tata! Mit hoztál? Mit hoztam? Hát, jó időt hoztam. Most kerültél te ebbe a misszióba? Hát, mióta dolgozol? Ebbe a misszióba 2009 óta dolgozom, és úgy kerültem ide, hogy az egyik unokatestvéremen keresztül kérdezte, hogy van-e munkám. Én akkor voltam pont Gyes végén, és mondtam, hogy ez pont jó jön, és akkor elmentem felvételizni a misszióhoz. Mi az, amiben tud segíteni itt önöknek a Mónika? Hát háztartási munkákban, mindenben. Ugyanis én nem tudok semmi háztartási munkát csinálni. Én a Mónikát nem azóta ismerem, mióta segítőszolgálatot végez, hanem Mónikát már 15-20 évvel előtte ismertem. A misszión belül ez egy főállás? Igen, ez nekem a misszión belül főállás. Tehát be vagy jelentve is? Be vagyok jelentve, fizetést kapok, igen. És reggel 8-tól 4-ig. Kell ehhez valamiféle plusz? A szeretet. Az idős emberek szeretete, az irántuk való segítőkészség. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ez úgy belülről jöjjön. A missziónak több intézménye van, ezek közül az egyik intézmény a Pünkösdi Cigány Misszió Szeretett Szolgálata, ami adományokat gyűjt és adományokat továbbít. Ezt országszerte igen, ez teljesen országos program. Főleg a cigány telepeken dolgozunk, hiszen azért vagyunk cigány misszió, és a cigány telepeken vannak a gyülekezeti helyiségeink, a közösségi házaink is, tehát mindenféleképpen a célcsoport, ahol van, mi ott vagyunk. 4 alapelven dolgozunk. Az első alapelvünk, az első lábunk az, hogy missziózunk, gyülekezetbe plántálunk, hiszünk az evangélium életváltoztató hatásában. A másik terület az oktatás, mert azt mondjuk, hogy megtérnek, újjászületnek ezek az emberek, de ezzel nem fognak tudni még boldogulni a munkapiacon. Ezután a munkaerő közvetítés, mert látjuk az előítéletet, hogy a magyar lakosság többsége cigányellenes. És kimutatás szerint a munkaadók 90%-a nem alkalmazna cigányt akkor sem, hogyha ingyen dolgozhatna ott. És mi azt mondjuk, hogy ezeket az embereket ismerjük, megváltozott az életük, garanciát tudunk vállalni rájuk, képeztük őket, és közvetítjük a munkaerőpiacon nagyon nagy sikerrel és nagyon nagy eredménnyel, és a következő láb, a negyedik pedig a munkahelyteremtő programok, mert hiába egy szabolcsi régióban, hogyha nincs munkahely, akkor hiába képezzük és közvetítenénk, hogyha nincs hova, tehát munkahelyteremtő programjaink is vannak.
elekre fogunk utazni egy házi csoportba. Gyülekezett plántálási munkacsoport vagyunk. Az a fő feladatunk, hogy különböző településeken, elsősorban, ahol még nincsenek gyülekezetek, ilyen jellegű házi csoportok, azokon a területeken új gyülekezeteket, új házi csoportokat alakítsunk ki. És te hogyan tapasztalod egyébként, hogy a romák nyitottak az evangéliumra? Van egyfajta vallásosság tudatuk a cigány közösségeknek, azonban ez a vallásosság tudat talán inkább az idézőjelbe tett nagy szent fogalmat takarja magába, ami nem minden esetben a Biblia Istenéről szól. Ugye, hogyha dörög egyet az ég, akkor nagyon sokszor van, hogy az emberek azt mondják, hogy haragszik az Isten. Ha esik az eső, és pont véletlen temetés van, akkor az Isten siratja azt az embert, akit éppen temetnek. Ez a valamitől való félelem, vagy valamibe való belekapaszkodás, azt gondolom, hogy nagyon sok esetben, mint vallást mondanak magukénak az emberek. Természetesen a Biblia igazságát kell így tanítani, hogy megértsék, hogy az Isten nem azért adta az ő egyszülött fiát, az Úr Jézust értünk, hogy utána megverjen bennünket, hogyha valami rosszat tettünk, hanem azért, mert szeret bennünket, kegyelmet akar gyakorolni az irányunkba, és nem elvár tőlünk dolgokat, hanem szeretettel várakozik az irányunkba, hogy ugyan változzunk már meg. Énekeljük azt az énekünket, jöjj itt az idő, hogy áldőd, jöjj itt az idő, hogy szíved ad. Ez az ének is arra bátorít, buzdít bennünket, hogy jöjj itt az idő. Itt van az idő arra, hogy magasztalt az ő nagy nevét. Itt van az idő arra, hogy a te szíved adod a Istennek. Bárhogyan is állsz, bárhogyan is vagy ma itt, arra kérlek téged, hogy gyere, gyere legyél itt, és magasztalt az ő nagy nevét. Halleluja, áldunk téged, hogy jöjj itt az idő, hogy áldőd. Azt olvassuk, hogy alszik Jézus a hajóban. És az ő tanítványai oda mennek hozzá, és elkezdik őt felébreszteni. Jézus, ébredj fel, kelj fel, segíts, hát nem törődöl vele, hogy el fogunk veszni? Nem törődöl vele, hogy hajótörés fogunk szenvedni, itt halunk meg mindnyájan? Sokszor érzed azt, hogy annyira kellene, hogy Isten beavatkozzon az életedbe, és nem történik. Azt gondolod, hogy annyira ideje lenne már a változásnak, hogy Isten valamit tegyen az életedbe, és nem történik meg. De nézzétek meg, Jézus a kellő időbe felébred. És felébresztették. Te is fel tudod őt ébreszteni, ha úgy érzed, hogy alszik. Hogy tudod ezt megtenni, hogy felébrezd Jézus? Hogy tudod ezt megtenni? Azt gondolom, hogy a legnagyobb fegyvert kaptuk meg, mégpedig azt, hogy szüntelen imádkozhatunk. Hogy szüntelen könyöröghetünk, hogy szüntelen ott lehetünk Isten előtt. Mikor vette át a misszió ezt az óvodát? Most már ez a második tanév, amióta a cigány misszió működteti. Tulajdonképpen a cigány misszió létrehozott, alapított egy úgynevezett Reményhír intézmény fenntartó központot, és ennek a központnak a működése alá tartozik az óvoda, a Reményhír intézmény Epreskerti óvoda intézményegysége, Reményhír intézmény Ötvös József általános iskola, illetve Gyulán van még egy informatikai szakközépiskola, Bai Zoltán informatikai szakközépiskola, amelyet a misszió működtet, most már a második tanéve. Milyen hátránnyal érkeznek ide ezek a gyerekek? Óvodánkban 90 gyerek jár, és 62% hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerek, a többiek szinte mindannyian hátrányos helyzetűek. Ez azt jelenti, hogy a szüleik alacsony iskolázottságúak, általában 8 általánossal rendelkeznek, természetesen vannak kivételek. A lakhatási körülményeik is sokkal szegényesebbek,
munkanélküliségből jönnek. Tehát azt lehet mondani, hogy az életkezdésük, az első 3-4 évük az már egy nagy hátrányt rejt. Az óvoda nyitott bárki számára a városban, mint ahogy az iskola is. Nem egyszerűen a szülők választása ez, de természetesen a magunk részéről mindent megteszünk azért, hogy minél vonzóbbá tegyük bármilyen szülő, bármilyen család, bármelyik gyerek számára. A különböző szolgáltatásokkal, a többlet programokkal, ezek mind arra bátorítanák az embereket, igazából a családokat, hogy ugyanolyan értékes, sőt, mivel kisebb csoportlétszámok vannak, ezért a pedagógusok is jobban oda tudnak figyelni a gyerekekre is. Lehet azt mondani, hogy ez egy cigányiskola? Roma nemzetiségi iskola, nem teljes mértékben, körülbelül 80%-ban vannak roma gyerekek nálunk. Ebből a hátrányból előnyt kell kovácsolni azzal, hogy egyházi iskola is lettünk, és ez az egyik ág, amivel meg tudjuk erősíteni őket. Nemzetiségi oktatás folyik nálunk. Tehát az mit jelent? Nekik heti egy órában cigány népismeretet tanítunk, ezt 1-től 8. osztályig tanulják a gyerekek, valamint olyan művészeti tevékenységeket biztosítunk még plusz órákban, szakkörök keretében, egyéb rendezvényekben, ahol a roma kultúrát, hagyományokat, történetet ismerik meg, és azt gondolom ezáltal a roma identitástudatot tudjuk egy picikét bennük erősíteni. Másrészt pedig nagyon nagy hangsúlyt fordítunk a tehetséggondozásra. Roma munkatársak vannak itt ebben az intézményben? Igen, a roma tanítónénink van, és egy tanítóbácsink is, illetve a misszió jóvoltából két roma koordinátor van, akik segítik a munkánkat. Ők reggeltől délutánig itt vannak az iskolában, és a pedagógusok munkáját segítik a szünetekben, vagy esetlegesen, hogyha kell, órákon is. A fékklub az nem egy ilyen direkt evangelizációs hely, hanem itt várjuk a fiatalokat, hogy ismerjenek meg bennünket, kik vagyunk, milyenek vagyunk, barátkozzunk velük, beszélgessünk velük, és hogyha valakit pedig jobban érdekel a hit, vagy szeretne többet megtudni Istenről, akkor őt elhívjuk, szombatonként van egy ifjúsági alkalmunk, egy ifjúsági istentisztelet, és akkor oda elhívjuk. Ugye ide vegyesen roma és nem roma fiatalok járnak. Tudják rólad azt, hogy te anno egy skinhead mozgalomhoz tartoztál? Igen, tudják. Mindig rácsodálkoznak arra, hogy lehetséges. Tehát lehetséges a változás. Lehetséges az, hogy a gyűlölet mozgalmából az ember átkerüljön úgymond az Istennek az országába is, és a szeretetet hirdesse, vagy a szeretetet vallja. Nagyon, nagyon nyitottan és nagyon örömmel fogadnak, és én úgy érzem, hogy ez egy jó példa előttük. Hello! Igen. Hogy telik egy napotok? Én itthon vagyok. Most apósom is itt lakik a szomszédban, hogy beépítettük neki egy szobát, hogy mellette besegítek a csanába, van egy missziónak egy csanája. A családi nap közé. És ott helyet is helyettesítek. Dicsétésben innen kell, illetve más szolgálatokat is vállal, de hát ő a nagy háttér itthon, aki... Hogyha hazajövök, akkor rendben van minden, és rendezi a dolgokat. És ti a gyerekeiteket is keresztény szellemben nevelitek? Igen. Egyértelműen.
Igen. Ez fontos. Igen, nagyon-nagyon fontos, hiszen az, amit gyerekként magával hoz, az meghatározza az egész életét, és azokat az értékeket és alapelveket mindenféleképpen megosztjuk velük, és megtanítjuk őket azokra a dolgokra, amelyekben sikeresek és boldogak lehetnek az életben, mert van hitük, mert van tartásuk, mert tudják, hova tartoznak, és tudják azt, hogy az életben van segítségük, és van egy óriási támaszuk, ez az Istenbe vetett reménység. Mennyi atyám, köszönöm neked, hogy ma is megőriztél bennünket, köszönöm neked a te kegyelmedet, amelyet kiárasztottál ránk, köszönöm, hogy gondot viselsz rólunk, hálát adok neked az ételért, amit kirendeltél a mi számunkra, és arra kérlek téged, hogy áld meg bennünket, és áld meg ezt az ételt is, és áld meg Esztert is, aki most nem tud közöttünk lenni, legyél vele is, a te kegyelmeddel vett körül őt. Köszönöm neked, hogy meghallgatsz, és minden dicsőség a tiéd, Uram. Amen. Amen. Jó étvágyat kívánok. Isten téged kiválasztott és felkent. Az Úr lelke van én rajtam, mert felkent engem. És az a felkenetés ott van mindannyiunknak az életén, akik találkoztunk Krisztussal, akik befogadtuk a szívünkbe őt. Ez a felkenetés ott van a mi életünkben, és az a felkenetés arról szól, hogy az a hatalom és az az erő, amely az ő rendelkezésére áll, ez a hatalom és ez az erőt nekünk ideadja, fölkent arra, hogy képviseljük őt azzal az erővel és azzal a hatalommal, amivel ő rendelkezik. Amen? Amikor ti megismerkedtetek, aztán összeházasodtatok, azt hogyan fogadta a család? Nálam nagyon meglepődtek, amikor Albert megkérte a kezem, hogy nem se akarta elhinni. Sőt, megpróbálta lebeszélni róla, hogy hát szerint ez nem jó ötlet. De miért gondoltad? Hát a cigány-magyar kérdés miatt például, meg hogy nem volt rá nagyon példa előtte, hogy most itt a gyülekezeten belül se, hogy keresztények között se volt ez jellemző. A mi időnkben, mikor Kati Albertal megismerkedett, én is nagyon meglepődtem. Hát mondom, ebből problémák lesznek, mert mondom, Katik a cigány, Albert meg magyar, mondom, hogy fogadják el. Mert én Albertot ismertem gyerekkora óta, mert ugye kijárt a telepre, én nagyon is szerettem meg, hát... Tehát nem az ő személy ellen nem, hanem attól féltem, hogy majd az anyukája meg apukája nem fogadják el Katikát, de csalódtam, mert valóban elfogadták, hogy nem lett probléma ebből semmi, hál' Istennek. Te hogy emlékszel vissza, hogy te családod? Hogyan de igazából a szüleim, ők a cigány misszióban dolgoztak már, tehát édesapám járt ki a cigánytelepre régről, és én tőlük láttam azt a munkát, amiben aztán később én is belekapcsolódtam. És azért nem örültek annyira kezdetben, amikor fölmerült, hogy esetleg egy cigány menyük lesz, de aztán nagyon, nagyon megszerették a feleségemet, és édesanyámnak mindig az volt, heten vagyunk testvérek, édesanyámnak mindig az volt a vágya, hogy szőkehajú, kékszemű unokái legyenek. No hát, kékszemű unokája cigány menyétől lett, és az összes többitől sem. Én úgy gondolom, hogy ma egyre többen szolgálnak a cigányok felé, és valahol Isten egy különös kegyelmet, egy különös kaput nyitott a cigányok felé.
És nekem van egy nagy látásom, amit hirdetek is, és amiért az egész misszió felállt és dolgozik. Ez pedig az, hogy néhány év alatt 3250 cigány ember tért meg, és változott meg az élete, és épült be gyülekezetbe, és akkor azt mondta Isten, hogy ez a kezdet, és ez olyan, mint egy vetés, aminek százszoros gyümölcse lesz, százszoros hozadéka lesz. Úgyhogy hirdetem, és az egész misszió erre van ráva, hogy a közeljövőben 325 ezer cigány ember fog megtérni, újjászületni, megváltozni az élet, megváltozott élettel, és az egész intézményhálózatunkat és mindent erre építjük. Mert úgy gondoljuk, hogy edényeket kell gyűjteni, mert Isten majd adja az olajat, adja majd a tartalmat hozzá, és jönnek az emberek, de nekünk most a formát, az edényeket kell biztosítani, és egy olyan intézményháló, hogy föl tudjuk venni ezeket az embereket, be tudjuk fogni, hogy tudjunk feléjük valóban szolgálni.